Jó estét kívánok! Önök a Dunaföldvár Televízió július 31-i adását látják. Ez itt a Földvár Mozaik, városunk legfrissebb híreinek összefoglalója. Ma esti adásunkban a következő témákkal foglalkozunk. Pályázatot nyert a Dunaföldvári cserkészcsapat. Közel 30 millió forintot sikerült nyerni a cserkész csapatnak, illetve a szövetségnek, és ezen keresztül a cserkész csapatnak a támokos pályázat során. A szerepe a cserkész csapatnak az lesz, hogy mindazokat a tevékenységeket, amiket vállalt a pályázat során, helyszínt biztosítson, különböző gyerekfelügyeletet biztosítson, és egyéb tevékenységeket végezzen. A gazdasági válság érezteti hatását a városi kemping működésében is. Úgy veszük észre ebben az évben, közel hasonló a vendéglétszám, mint a tavalyiben, egy kis elmaradás tapasztalható. Talán a szűkös anyagiakra következtethető vissza. A külföldi turisták a szokott országokból, mint Franciaország, az osztrákok, Németország, Hollandia érkeznek, de talán egy kicsit kevesebb számmal. Országos pályázat keretében zajlott az a csopaki tábor, ahol 30 dunaföldvári diák is részt vehetett. Hát nagyon gyorsan kellett lépni, egy-két hét volt az az időintervallum, miközben a gyerekeket is össze kellett szednünk, illetve magát a pályázatot benyújtani, de sikerült, összesen 30 fővel és 3 pedagógussal mentünk a táborba. Nagy érdeklődés kísérte az idei betyárnapot. Jobbnyira lovas programokkal várjuk a kedves vendégeket, abban érthetendő fogadhajtás, sprintverseny, gyorsulási verseny, csíkos bemutató és délután egy vadászhajtás. Ez mellett vannak még hagyományőrző jász csoportunk is, akik itt a külső területen lehet velük találkozni és megnézni és kipróbálni, hogy ők mivel foglalkoznak. Baráti látogatásra érkezett Tornyi Barnabás a földvári foci táborba. Azt szeretem látni, amikor a gyerek mosolyog, és amikor labdát rúgnak, akkor nem szabad ezt beszéddel megzavarni. És ez most ennek az időszaka, nem azért, mert nyár van, hanem azért, mert itt szakmai munka is folyik. Ha valaki kérdez természetesen, és esetleg úgy gondolja, hogy hasznosítani tudja tanácsaimat, csak akkor, de a személyes látogatásom az csak az, hogy mosolygó gyerekeket szeretnék látni. A 4. Béla cserkész csapat a családi életre való felkészítéssel kapcsolatos pályázatot nyert. Lipták Tamással beszélgetek egy egészen sajátos ügyről, az Országos Cserkész Szövetség a Dunaföldvári Cserkész csapatot modell program céljából kereste meg. Egy igen komoly és nagy összegű program valósulít meg, amennek Lipták Tamás lesz itt a helyi vezetője. Miről van szó? Így van, tavalyi év során pályázott a Magyar Cserkész Szövetség a Dunaföldvári Cserkész csapattal közösen egy támopos pályázat keretén belül, és mint közel egy hónapja kiderült, hogy sikeres volt ez a pályázat. Maga a pályázat a családi életre nevelésről fog szólni. A másfél év alatt, ami a projekt teljes időtartamát jelenti, ezen belül fognak megvalósulni különböző tevékenységek. Mekkora összegről van szó, nagyságrendileg, és mi ebben Földvárnak a szerepe? Közel 30 millió forintot sikerült nyerni a cserkész csapatnak, illetve a szövetségnek, és ezen keresztül a cserkész csapatnak a támopos pályázat során. A szerepe a cserkész csapatnak az lesz, hogy mindazokat a tevékenységeket, amiket vállalt a pályázat során, helyszínt biztosítson, különböző gyerekfelügyeletet biztosítson, és egyéb tevékenységeket végezzen. A modell szó ebben azt jelenti, hogy példát fog majd szolgálni egyéb pályázatok esetén más cserkész csapatok számára? Egyfelől lehetséges ez is, illetve én azt gondolom, hogy alapvetően arra próbál építeni a pályázat, illetve arra próbálunk majd alapokat teremteni, hogy maga az a létrejövő, illetve már meglévő
közösség, ami én azt gondolom, hogy országos szinten is egy elég elismerti teszi a Dunaföldvári 105-ös számú 4. Béla cserkész csapatot, modellé válhasson az ország egyéb cserkész csapatjai számára, igen, illetve egyéb közösségek számára is modellé válhasson. Aki hallotta már azt a szót, hogy támop pályázatok tekintetében, az tudja, hogy igen, komoly munka, amit megkövetel, és igen, sok adminisztráció, sok munkával fog ez járni? Hát minden bizonnyal már a pályázat megírása is elég komoly munkát igényelt. Én eddigi egy hónap során, amit itt a pályázat ugye július 1-ével indult, ez alatt is igen sok feladat volt. Bízom benne, hogy a későbbiekben a csapatot bevonva, a cserkész csapat tagjait bevonva, azért ezek a feladatok leosztódnak, és könnyebben tudjuk mindezeket a feladatokat vinni, és sikeressé tenni ennek a programnak a megvalósulását. Nézzük konkrétan, mikor kezdődik és meddig tart? Hát, mint mondtam, a projekt már elindult, ugyanakkor a helyi megvalósulása az augusztus 19-én lesz a Cserkészházban egy nagyszabásúnak mondható nyitó rendezvénnyel, ahol azt gondoljuk, vagy úgy tervezzük, hogy a másfél év során létrejövő dolgokat szeretnénk bemutatni, ugye mind a családi életre nevelésről a középiskolákban való előadásokat a gyerekek számára, mind a szülőknek szeretnénk majd egy 10 alkalmas előadássorozatot tartani a családi életre nevelésről szintén. Ezen túl a projekt során kötelező vállalt elem volt az, hogy gyesről, gyedről visszatérő kismamáknak szervezzünk képzéseket arra vonatkozóan, hogy minél könnyebben és rugalmasabban tudjanak a munkahelyükre visszatérni, illetve munkahelyet találni. Ezen túl még egy modulja van ennek a pályázatnak, amit kötelezően vállaltunk, illetve vállalni is kellett, ugye, ez pedig az önfoglalkoztatás családi gazdaságok kialakítását célozza meg, ezt egy helyi szervező fogja véghez vinni, és ezt is megpróbáljuk ezen a napon, augusztus 19-én bemutatni. Ennek a pályázatnak az anya intézménye a cserkészet, de a példából, illetve az elmondottakból már kiolvasható, hogy nem pusztán a cserkészeket érinti. Abszolút nem csak a cserkészeket érinti, de ugyanakkor én azt gondolom, hogy nem véletlenül esett arra, nem véletlenül volt az a döntés a Cserkész Szövetség részéről, hogy megpályázzák ezt. Mint ahogy a riport elején elmondtam, én azt gondolom, hogy a cserkészet az az első olyan civil szervezet Magyarországon, ami abszolút a családra, a hitre, illetve a közösségre épít, illetve azokra az értékekre, amelyekre lehet alapozni a jövő magyar társadalmának is. A nyitó rendezvény is akkor nem csak a cserkészeket érinti, földváriakat is várnak erre a rendezvényre, mikor lesz pontosan és hol? Egyértelmű, nem csak a cserkészeket, illetve a cserkészszülőket várjuk. Várunk mindenkit, akit ezek az előbb említett témák érdekelnek, és úgy gondolják, hogy a másfél év során szükségük lenne ezekre a tudásokra, illetve szeretnék érdeklődnek ezek iránt. Mint ahogy mondtam, augusztus 19-én 10 órakor egy szent misével kezdünk. Augusztus 19-én tehát a nyitó rendezvényen nem csak cserkészek jelennek meg, hanem várják a földváriak szélesebb közönségét is. Mi lesz ekkor pontosan a program, helyszín, időpont? Így van, tehát bárkit várunk szeretettel augusztus 19-én a Cserkészházban. Egy szentmisével kezdenénk az aznapot, 10 órakor. Ezt követően kezdődnének meg azok az előadások, amelyek során, mint említettem, bemutatnánk azokat a programokat, amelyeket a másfél év alatt szeretnénk megvalósítani. Egy ebéddel várjuk a megjelenteket 12 órakor, vagy hát nyilván ugye csúszások beleférnek egy ilyen nagy rendezvénybe, ezt követően pedig délután folyamán is az előadások folytatódnának. Emellett, illetve ez alatt, mindezen előadások során pedig a cserkészekkel játszóházat biztosítanánk a gyermekek számára. 19-e, tehát 20-a előtt nap egy egész napos családi rendezvény. Igen, egy egész napos családi napot tervezünk ezen a napon. A kemping és a strand működéséről számol be Vicai János, vezérigazgató. Több mint 2 éve működik az a gazdasági vállalkozás, amelyik a strandot, illetve a kempinget üzemelteti. Vicai János cégvezetővel, az ERT vezetőjével beszélgetünk. János, mi is a pontos elnevezés ennek a cégnek? Az Dunaföldvári Dunapart Idegenforgalmi ZRT, rövidítve DDIF ZRT, amelyiket ugye abból a célból hozták létre, hogy ezt a strandot és a kempinget üzemeltesse. Gyakorlatilag, amikor 100%-os önkormányzati tulajdonba került a cég,
Azóta a Dunaföldvári Önkormányzat az üzemeltető, és a Dunaföldvári Önkormányzat bízza meg a vezetőket. Hát akkor tekintsünk át ezen az esztendőn, ugye a év közepén járunk. Milyen újdonságok, beruházások, felújítások várták a vendégeket a kempingben, illetve itt a strandon az idei esztendőben? Szeretném a kempinggel kezdeni, a kemping forgalommal. Úgy veszük észre ebben az évben, közel hasonló a vendéglétszám, mint a tavaly évben, egy kis elmaradás tapasztalható. Talán a szűkös anyagiakra következtethető vissza. A külföldi turisták a szokott országokból, mint Franciaország, az osztrákok, Németország, Hollandia érkeznek, de talán egy kicsit kevesebb számmal. Amit nagyobb részben elmaradást tapasztalunk, azok a hazai vendégforgalom. A hazai vendégforgalomnál kiemelkedő azok az emberek, akik dolgozni jönnek Dunaföldvára, vagy pedig a környékére, azok itt olcsó szállás helyet találnak, és a fiatalok, diákok. Diákok jönnek csoportosan. Szeretném említeni, hogy a kempingben ez év tavaszán elkezdtünk egy beruházást, amit már meg is csináltunk, egy szennyvízberuházást. Ugye ennek a fő oka a talajterhelési díjnak a drasztikus növekedése volt. Talán a lakosok is érzik, hogy a talajterhelési díj, ami eddig 180 forint volt, most a tízszeresére nőtt 1800 forint, és ilyen költségek mellett ez borzasztó nehéz kigazdálkodni. Erre vezetés úgy döntött, hogy azonnal bekötjük a kemping területén levő faházakat, illetve a lakókocsival érkezők részére kialakított helyeket a központi gerincbe, a szennyvízhálózatba. Gondolkodtunk, hogy ezt hogyan csináljuk. Kértem két árajánlatot két külső cégtől, közel 1 millió forintos árajánlatot kaptunk, és hát az anyagiak miatt úgy döntöttük, hogy megpróbáljuk helyi munkával megoldani. A Dunaföldvári Önkormányzat közhasznú munkásokat biztosította számunkra, akik azt a földmunkát, amit ők meg tudtak csinálni, megcsinálták. A mélyebb omlós részekre munkagépet kértünk. Ez óriási segítség volt, és így körülbelül elkészült 250 méter gerincvezeték, 160-as gerincvezeték, és közel 30 méter bekötővezeték, a 110-es. Hat helyen álltunk ki az ide érkező lakókocsiknak, hogy rá tudjanak kötni a szennyvízürítésre, és ezt a nagyon nagy munkát részben a közmunkások a földmunkával nagyon nagy mértékben segítették, úgyhogy az összes bekerülési költség körülbelül 400 ezer forint volt. Kb. 600 ezer forintot tudtunk spórolni, ami úgy gondolom egy-két év alatt meg fog térülni. Hát akkor beszélünk a strandról, milyen az eddigi forgalom, illetve itt milyen beruházások történtek eddig? Talán még mielőtt a strandra rátérünk, egy picit a gyógyfürdő részről is szeretnék beszélni, meg a gyógyvízről. A gyógyvíznél, ha maradunk, akkor a gyógykutunkkal, talán nem tudja minden néző, de a gyógykutunkkal probléma volt. A két rakatváltásnál egy tömbszelence megsérült. A lényeg az, hogy ezen a helyen olyan víz került a kutunkba, ami 623,5 méter mély, ami nem kívánatos. Ez a víz egy picit lehűtötte a termálvízünket, és oldotta, tehát higabb volt az összetétel. Ezt január 16-án, 17-én sikerült elhárítani ezt a munkát. Ezáltal visszanyertük az eredeti állapotot, a hőfok is megemelkedett, és az eredeti 3421 mg per liter oldott összótartalom visszajött. Ami ugye tudni kell, hogy a Dunaföldvári gyógyvíz az egy alkálikrolidos, hidrogénkarbonátos, kimondottan jó hatású gyógyvíz, kimondottan ajánlott reumatikus betegségekre, baleseti sérülésekre, gyógysérülésekre, ilyenek a ficamok, a törések, a rándulások, aztán idegkimerültségre, enyhébb bőrbetegségre és nőgyógyászati problémákra, mert a vízünk egy kis ezüstöt is tartalmaz. Az ide érkező gyógyulni vágyók több lehetőség közül választhatnak, ugye egyrészt magát tudjuk adni a gyógyvízünket, aztán van egy csoportos víz alatti gyógytorna, van egy iszappakolás, van egy tangentoros kezelés, és ezt az egészet elmegy egy szakorvoshoz a beteg, és feliratja vényre. Van egy kis őrrésze ennek az egésznek, de a legtöbb részt azt az OEB finanszírozza. Gyakorlatilag nagyon olcsón ide tudnak jönni gyógyulni.
A külső medence forgalma nagyrészt időjárás függő, gondolom, amikor meleg van, sokan jönnek, a hűvösebb időben kevesebben. Hogy alakult az idei, eddigi forgalom az elmúlt évekhez viszonyítva? Mondanék talán még egy picit a gyógyfürdőre visszatérve is egy pár számot. Az eddigi hetedik hónapban járunk, hatodik, tehát fél éves adatokat, ha nézünk, a tavalyibe 203 karton töltöttünk ki, az idejébe 270-et, tehát három elmaradásunk van, de hogyha kezelés számot nézzük, akkor 8736 kezelést adtunk a tavalyibe, és 9933-at az idejébe, tehát itt növekedés látható. Gyakorlatilag a fürdőre is el tudok valami hasonlót mondani. Illetve a strandon idén a hatodik hónapig, illetve a hetedik hónap közepéig úgy alakult, hogy a hatodik hónapban körülbelül 905 fővel voltunk többen, mint a tavalyi év hasonló időszakában. A hetedik hónapban pedig az tavalyi év egész hónapot viszonyítva most olyan 400 fővel járunk kevesebben, tehát fél hónapban vagyunk 400-al elmaradva, mondhatom úgy is, hogy egy jó nap, és már a július felénél megvan a tavalyi júliusi egész létszám. Gyakorlatilag ez nagyon jó, ez az időjárás a fürdőnek. Nagyon kérem a dunaföldváriakat, hogy látogassák a fürdőnket. Az AMTS rendkívül szigorú körülményeket ír nekünk elő. Ugye van egy listánk, amikor minden hónap megadott napján vízmintát kell, hogy vegyünk. Ezt elküldjük egy akkreditált laboratóriumba, ott vizsgálják, kémiai és biológiai paramétereket néznek. Általában ezek a vizsgálatok jók szoknak lenni, szigorodtak az AMTS előírásai. A Dunaföldvári önkormányzat óriási erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy ez a fürdő üzemeljen, fent maradjon, ehhez működésre pénzeszközöket kell, hogy átadjon. Ezek az összegek valószínű, hogy vagy megszűnének, vagy kevesebben lennének, hogyha nagyon sok dunaföldvár ide jönne. Az önkormányzaton kívül kap-e külső segítséget a strand, a várostól, vállalkozóktól, akik az üzemeltetésben, működésben segítenek? Igen, nyilván az önkormányzat a legfontosabb segítség, de emellett szeretnék két nevet megemlíteni. Az egyik a Zinger József, a másik pedig a Márton Zoltán, akik a csőszerelésben és a festési anyagokban nagyon sokat segítenek a cégnek. Más programok is zajlanak itt a strand területén, amelyek a fiatalokat érintik elsősorban, mégpedig. Igen, szeretném mondani, hogy a Holler UFC itt tartotta az idén a nyári táborát, három héten keresztül egy csomó fiatal itt focizott. Érdekességnek megemlíteném, hogy a Tornyi Barnabás is meglátogatta őket itt a helyszínen, volt szerencsénk találkozni vele. Aztán szeretném megemlíteni a gimnázium két tanárát, nevezetesen Kerekes Pétert és Rostási Nándor tanárurakat, akik úgy gondolom, hogy magas színvonalon végzik évek óta az úszótanfolyamot. Az idejében közel 50 gyereket tanítottak meg úszni, és a felnőtteket is nagyon szívesen meg fogják tanítani, hogyha van jelentkező. Úgy néz ki, hogy ebben az évben augusztus 14-én egy póttanfolyam fog indulni, mert akik erről lemaradtak, azoknak lesz egy lehetőség még egyszer. Aztán egy pár szóval szeretném még elmondani, hogy a Dunaföldvári fürdő egy fejlesztés előtt áll. Sikerült az a Keopos pályázat, amiről már egy régi interjúrban beszéltem, úgy néz ki, hogy az idejében realitást kap, és ehhez még sikerült 20 millió forintot a Jövőnk Energiája című pályázaton nyernünk, ami az épületre lesz fordítva, fedett fürdőre, egy ilyen energetikai beruházás. Nagyon szeretnénk ebbe az évbe, hogyha már megindulna. Dunaföldvári felső tagozatos diákok is részt vettek a Csopaki Erzsébet táborban. Szigléni Németh Irénkével beszélgetek. Egy újfajta táborba vittétek el az idén a felső tagozatos gyerekeket. Mi volt ez a tábor? Hát a megnevezése Erzsébet tábor. Hallomásból tudjuk, hogy az Európai Unió támogatta, és június végétől augusztus végéig körülbelül 10 000 gyerek táborozhatott ezen a programon belül. Erzsébet tábor a megnevezése, Szent Erzsébetről nevezték el. Egy feltétele volt, hogy az egyfőre jutó jövedelem a családban ne legyen a minimál bér fölött. Hol volt megrendezve a tábor? Hát tulajdonképpen 9 helyszínre lehetett pályázni, tehát fontos ez, hogy pályázni kellett. Ebből mi a második helyen pályázott csopakra sikerült eljutnunk. Hogyan zajlott a pályázat? Mikor kellett ezt elkezdenetek ahhoz, hogy ide kerüljetek?
Hát nagyon gyorsan kellett lépni, egy-két hét volt az az időintervallum, miközben a gyerekeket is össze kellett szednünk, illetve magát a pályázatot benyújtani, de sikerült, összesen 30 fővel és 3 pedagógussal mentünk a táborba. Mennyibe került a gyerekeknek ez a tábor? Nagyon minimális összeg, 5000 forint volt, majdnem 6 nap, hétfőtől szombat reggelig, még úti csomagot is kaptak hazafele a gyerekek. Ebbe benne volt a napi 5-szöri étkezés, illetve a hazafele az úti csomag. Hát természetesen az úti költséget azt mindenkinek a családnak kellett állni, úgyhogy mi külön buszt szerveztünk arra, hogy levigyen és hazahozzon bennünket. Hát a lényeg ugye a program. Milyen élményekkel tértetek haza? Milyen fontosabb dolgokat szeretnél elmondani? Mi zajlott? Hát természetesen Balaton mellett voltunk, úgyhogy a fő profilunk az a fürdőzés. 3 napig csodálatos időnk volt. Délelőtt délután fürdőzhettek a gyerekek. Utána, ahogy itthon is tapasztalták, megjött a hideg front, a vihar. De utána olyan programokat szerveztek nekünk, amire pontosan megfelelő időjárás is volt. Hát rögtön az első nap volt egy ismerkedési est, ahol bemutatkozó filmet, táncot, darabot kellett vinnünk. Nagyon érdekes volt. Ezen kívül tánctanulás, daltanulás, bábműsor gyerekeknek, Tihanyi apátságba elvittek bennünket kirándulni az egyik délelőtt. Éjszakai program is volt egy bátorságpróba, amelyen 10 óra után vehettek részt a gyerekek. Az egyik délelőtt kézműves foglalkozás volt, ahol Pest környékéről hívtak kézműveseket, és gyertyaöntés, textilfestés, szalvétatechnika, bőrből kis nyakba akasztható szütyőt készítettek a gyerekek, gyöngyöt fűztek, tehát nagyon érdekes foglalkozás volt. Diák olimpiát szerveztek nekünk, ahol mindenféle sportágban összemérhették a különböző helyről érkezett gyerekek magukat, és az utolsó nap volt Szent Erzsébetről egy vetélkedő, amihez kaptak egy füzetet, felkészülhettek belőle, illetve be kellett öltözni Erzsébet menyasszonyi ruháját, kellett bemutatni, hogy mégis milyen lehetett ebben a korban. Hát aztán ezen kívül, mivel rossz idő volt, ezért mi elmentünk megnézni a Csopaki vízimalmot az egyik délutánon. Este lementünk a Balaton partra, és karaoke partin vehettek részt a gyerekek, szó szerint részt vettek, jelentkeztek, énekeltek, nagyon nagy bulit rendeztek a parton. És hát még korábban, amikor jó idő volt, akkor egy esti fürdőzésen mi is részt vettünk. Úgyhogy mondhatom, hogy nagyon gazdag és bőséges programunk volt, és hazafele még a fűzfői poppáján is a gyerekek élvezhettek egy-egy lecsúszást. Így érkeztünk haza nagyon fáradtan, nem csak mi pedagógusok, hanem a gyerekek is. A pedagógusok között természetesen te is benne voltál. Ki volt még a másik két fő, aki segítette a gyerekeket? Hát a főszervező, aki ezt az egész programot megtalálta, rátalált és elindította, Kőbányainé Szávolovics Ági, és a másik kolléganő pedig Varga Gabriella. Ugyanis a pályázat feltétele volt, hogy 10 fő és egy pedagógus, így kellett menni. És a gyerekek a ti osztályotokból kerültek ki, vagy esetleg volt más is? Hát zömében az osztályfőnök vitte a saját gyerekeit, de ki kellett egészíteni a 10 főre, és így lettünk összesen 30-an. Tervezitek el jövő évben is ezt a tábort? Szeretnétek-e részt venni rajta? Hát a gyerekek már a hétközben azt mondták, hogy szeretnének visszajönni. Természetesen nem csak rajtunk múlik, hanem az államon és a minisztérium, hogyha meghirdeti, akkor igen, mindenféleképpen. Reméljük ugyanerre a helyre sikerül pályázni, mert egy nagyon gyönyörű tábor területet láthattunk, amikor megérkeztünk, hatalmas nyárfákkal, nagyon hűvös szobákkal, illetve maga a Csopaki strand is egy tünemény, úgyhogy mindenkinek ajánlom, aki csak erre téved. 4. alkalommal szerveztek betyárnapot a Dunaföldvári vásártéren. Negyedik alkalommal került itt megrendezésre a Dunaföldvári vásártéren a betyárnap.
Téglár családdal beszélgetünk, Téglár István, mint főszervező, illetve a felesége, mint versenyző vett részt ezen a mai programon. István, milyen programok várják itt a nézőket, a közönséget, a résztvevőket? Jobbnyira a lovas programokkal várjuk a kedves vendégeket, abban értendő fogadhajtás, sprintverseny, gyorsulási verseny, csíkos bemutató és délután egy vadászhajtás. Ez mellett vannak még hagyományőrző jász csoportunk is, akik itt a külső területen lehet velük találkozni és megnézni és kipróbálni, hogy ők mivel foglalkoznak. Említettem, hogy nem csak szervező, hanem versenyző is a család. Éppen a feleséged hajtotta, fogatott az idén. Hogy alakult így, hogy éppen a negyed döntött ebben, hogy lovakat vezet? Hát az így lovas szeretet jött, és akkor a férjem elkezdte hajtani, és akkor onnan nekem is megtetszett nagyon. Máshol is indultok ilyen jellegű versenyeken? Hát egyelőre itt még ilyen amatőr szinten, és hát esetleg, hogyha netántán úgy alakul, akkor komolyabbra is eljutunk majd idővel. Az időjárás mennyibe befolyásolja itt a lovaknak a pillanatnyi állapotát? Hiszen nagyon fontos, hogy a lovak hogy érzik magukat? Ugye most meleg, párás idő van, nem fúj a szél, vagy az eső. A lovak is érzékeny állatok. Ez befolyásolja a teljesítményüket? Szerintem igen. Minden élőlény, minden állatot, nem csak a lovat, hanem mindenki befolyásol ez a hirtelen időjárás változás, hogy egyik nap hideg, a másik nap meleg. Hát nehéz, biztos nekik is. Élelemmel és vízzel gondoskodtunk nekik is, hogy jó legyen a napjuk. Itt van kislányotok Kamilla is. Ő már szokja a hangulatot, ugye szokik a lovakhoz. Igen, hát időben majd ő is fog hajtani. Hát ő még csak egyelőre olyan szinten, hogy felül és akkor apával, anyával még úgy mellékesen hajtogat, de ő is fog, reméljük. Honnan érkeztek a résztvevők, a versenyzők? Madocsáról, Bölcskéről, Dunavecséről, Dunaegyházáról is a helyben lép. Ez a környékbeli településekről. A versenybíróság kikből áll? Pákolic István és egy hölgy segítségével jöttek, akik szakszerű versenybírókkal állunk szemben. Most délelőtt jár az idő, nem túl sokan vannak, délután több vendégre számítotok? Igen, természetesen. Gondolom, esetleges programok még vonzerőt jelenthetnek a többiek számára. Igen, igen. Kik támogatták a rendezvényt? Honnan az anyagi háttér, a fedezet? Hát a helyi kis és nagyobb vállalkozók által készült ez a rendezvény. Ki kenyér, pékség kenyérrel, ki hússal, ki zöldsége, ki borral, ki mit adott, azzal támogatott. Nem csak forintális támogatást kaptunk, hanem nagyon sok minden mást kaptunk, helyi vállalkozótól mézet, amit majd ajándékba adunk valakinek, vagy magánszemélytől három üveg volt, amit díjnak adunk ki. Az ebédet a támogatók és a versenyzők részére készítettük, 400 főre főztünk, és amennyiben a versenyzők és támogatók elfogyasztották az ebédet, a fent maradó élelmet kiosztuk a vendégek között. És ezúton szeretném megköszönni az összes támogatónak, hogy részre jött ez a rendezvény. A program egyik érdekessége Vas Jánosnak a hajtása volt. Hagyományos parasztszekérrel tett egy kört a pályán, aztán versenyen kívül, de azért az időt mérték. Mit jelent egy hagyományos parasztszekérrel hajtani végig egy ilyen pályán? Hát én megmondom a lényeget ebbe. Annyi, hogy az a kocsi keskenyebb, mint a gumis kocsi, és nem farral úgy, mint a másik. Ez a abban nyomtávban én, ahol akarok menni. De a gumis kocsi hol erre farra, hol arra farra, lever az akadályokat. És ez belevág a fűbe, és ez nem farral le. Hát ez a könnyebbség is, van nehezebb oldala? Nehezebb oldala? Hát annyi, hogy nehezen fordul, mert ez a kocsi nem fordul alá, csak hogy bizonyos szögbe fordul, csak nem ülni a gumiskocsi, hogy aláfordul, egy taponnával aláfordul, ez nem fordul alá. Hát mindenki van, jó oldal, rossz oldala is. Ilyen kocsit már nagyon ritkán látni falun. Mit tudunk erről a kocsiról, mikor készült, mire használják, csak bemutatókra? Hát nem az én kocsim, csak én belefogtam, áthoztam Madocsáról ide. Én annyit tudok, ez 56-ban készült. És a gazdája, aki csináltatta, jómódú parasztember volt abban az időben, és a végrehajtó véget valamiért fejbe vágta a végrehajtót, elvitték pár évig börtönbe, és mikor visszakerült,
TSZ-ben nem ment be, mert a TSZ-be bevitték volna a kocsit is, lovat is, minden bevitt. TSZ-be sem ment be, közben pár évre már meghalt, a kocsi ott volt automatikusan a háznál, annál tulajdonos háznál, akinek a barátomnak az öccse megvette ezt a házat. És a kocsi az ott volt nála, ez 60 éves kocsi. És nagyon fel van újítva, amit látjuk. Nem, nincs felújítva, ez ugyanúgy van, mint 60 éve gyártották. Ezzel semmit nem csináltak. Akkor nem sokat használták elég szerint. Semmi, ben volt a pajtában olyan helyen, hogy és nem is tudták, hogy ez a kocsi mire való. Hogyha a bátyja nem szól az öccsinek, ő, aki itt van, a Bonya János, nem szól az öccs, összevágta volna a tűzre, mert abban a szocialista időkben ez nem volt érték. Jó, mit kell tudni a lovakról? Egy pár szóval mutasd be őket. Hát csak annyi, hogy egyik 6 éves, másik 4 éves, sődörök. Elég elevenek voltak a hajtás közben. Hát elevenek, mert mindjárt hajtom őket, ezek igás lovak. Hozzám vannak szokva, mert nekem autóm nincs, biciklim van, meg lovak vannak. Máshol is részt már ilyen bemutató? Hát, Földvár évek után ide járunk, most is csak azért jöttem, semmi másért, mivel szóltak. Földvárják járnak Marisára hozzánk, fogadhajtásra, vagy ilyen betyárnapra, mi meg eljövünk ide tiszteletből, csak azért, hogy tiszteletadásképpen átjövünk, aztán az nem az a lényeg, hogy ki nyer, ki nem nyer, valakinek lényeg, nálunk ez nem lényeg. Barátság a lényeg az. A Hollerő FC táborába látogatott Tornyi Barnabás futballedző. A Dunaföldvári strandfürdő árnyos fáj alatt tartja edzését a Holler UFC, és nem mindennapi vendége volt mai napon a klubnak, hiszen Tornyi Barnabás labdarúgó szakember, labdarúgó edző érkezett, és néhány órát tölti Dunaföldváron, meglátogatta a klubot. A gyerekek világa nem áll öntől távol, hiszen ha jól tudom, testnevelő tanári végzettsége is van, foglalkozott már gyerekekkel. Igen, nagy örömmel jöttem ide, természetesen is nem csak az udvariasság mondatja velem, hanem az az élmény, amit ugyan eddig még csak szóban hallottam, és most személyesen is tapasztalom, hogy Dunaföldváron Holler Ferenc áldozatos munkájával, és természetesen is remélem, hogy valamilyen részben Hagymási Zoltán barátom és volt kollégám munkája alapján kialakult itt az, ami kialakult, és az, hogy ilyen viszonylag kisvárosban, remélem nem sértek meg senkit, ilyen számú gyereksereg, 100 fölötti gyereksereg űzi hajtja a labdát, és szeretik a labdarúgást, és ahol ilyen van, és ilyen személyes kötődésem is van, oda természetesen szívesen jövök, még akkor is, ha nagyon limitált a magyarországi tartózkodásom. De, mint említettük, külföldön dolgozik, a rövid időben azért erre is futotta. Ezzel az idő alatt néhány szakmai tanács is elhangzik azért a klubbal, az ifjúsággal, az utánpótlás neveléssel kapcsolatban? Nem, vagy csak ha kérdeznek. Tehát elsősorban azt szeretem látni, amikor a gyerek mosolyog, és amikor labdát rúgnak, akkor nem szabad ezt beszéddel megzavarni. És ez most ennek az időszaka, nem azért, mert nyár van, hanem azért, mert itt szakmai munka is folyik. Ha valaki kérdez természetesen, és esetleg úgy gondol, hogy hasznosítani tudja tanácsaimat, csak akkor, de a személyes látogatásom az csak az, hogy mosolygó gyerekeket szeretnék látni. Könyvön is dolgozik. Miről fog szólni ez a irodalmi alkotás, illetve mikor jelenik meg várhatóan? Hát nem tudom, hogy milyen kategóriába lesz sorolva. Hogy botránykönyv lesz-e, az esetleg gyanítom, de ez még nem biztos. Az, hogy a fővonal vezetése az talán úgy fogalmazható meg, hogy hova sodort a szél a magyar labdarúgás kapcsán, és mióta az eszemet tudom, azóta én szeretem a focit, és utána ennek részese lettem, részesévé váltam, és bizony-bizony a hadak útját kellett járnom ahhoz, hogy idáig eljussak életkorban is, tapasztalatban is, és ezt foglalom írásba, és nagyon remélem, hogy kevesebb lesz a haragosom, mint ahogy azt gondolom. Jelenleg Katarban dolgozik, és amit hallottuk, nagyon nagy sikereket ért el a klubjában. Hallhatnánk néhány részletet erről? Más világ. Én nagyon remélem és hiszem, hogy a 21. században már kinyílt annyira az információszerzés lehetősége, hogy tudják, hogy mi Katar, tudják, hogy GDP-be világelső, tudják, hogy hatalmas földgáz és olajmezővel rendelkezik, és a leglényegesebb, és ezt nem mindenki kell, hogy tudja, hogy nagyon sokat áldoznak a sportra. Tehát én most ezt elkezdeném mesélni, akkor az vágva se lenne kevesebb, mint 2 óra hossza, mert csoda.
mert csoda, mert megvan az infrastruktúra, megvan az anyagi háttér, megvannak a játékosok, megvan a szervezettség, és megvan minden ahhoz, hogy megfelelően el tudja látni azt az igényt, ami Katarban egyre nagyobb. És ez igaz a felnőtt sportra is. Csak egyetlen egy példát mondok, hogy a Barcelona történetében soha nem volt olyan, hogy valaki rá tudja beszélni a Barcelona vezetését, hogy mezreklám legyen, és a Qatar Foundation az rá tudta beszélni, hogy mibe került, az hadititok. Láthatjuk meg Tóni Barnabást idehaza a magyar labdarúgás valamilyen pozíciójában, akár a kispadon, vagy valahol máshol? Nem vagyok jós. Sokszor volt már úgy, hogy én magam is azt mondtam, hogy soha többet, és rájöttem, hogy nem szabad ilyet mondani. És amikor én magamban már azt mondtam, hogy most már még nekem is elég, pedig azért elég széles hátam van, és sok minden elfér rajta, de azt mondtam, hogy na hát innen nem. És akkor jött egy olyan időszak, ami Tatabányához és Siófokhoz, kisebb csodához kötődik, és nem tudhatom, hogy mit hoz a jövő. Soha nem zárkóztam el a feladat elől, soha semmilyen szinten. Ezt tudják azok is, akik itt laknak nem messze Szekszárdon, és itt kezdtem a pályafutásomat Tolna megyében. Azok sem tudhatják, akik a legutóbbi munkásságomat látták. És talán a döntőshozók sem tudják még, hogy esetleg szükség lesz rám, vagy sem. Ezek a szavak azt jelzik, hogy Tóni Barnabás lát még reményt jövőt a magyar labdarúgásban, hiszen ha szerte nézünk, nagyon sok tehetséges fiatal focizik itt is per pillanat mögöttünk. Igen, ezzel kell kezdenem, hogy meg kell szeretnetni a játékosokkal a labdarúgást, mert bizony-bizony ez egy időszakban feledésbe merült, és most nem menjünk bele, hogy ez kultúrpolitika, vagy nevelés, vagy oktatáspolitika, nem menjünk bele abba, hogy milyen hiánya volt, viszont ha most nem, akkor megint nem szabadna azt mondanom, hogy soha, de akkor hosszú ideig megint, hiszen most a kormányfő, a kormány, a helyi... intézmények, a vállalkozók, azok próbálják meg, és természetesen nyilvánvaló, hogy anyagi támogatással megpróbálják azokat a feltételeket megteremteni, amiben most lehet közelíteni ahhoz, hogy sokkal-sokkal jobb legyen. Szent meggyőződésen tehetségben soha nem lesz hiány Magyarországon, a fiatalok genetikailag a sportra, a labdarúgásra be vannak oltva, és ha nem tudom, hogy utolsó kérdése vagy nem, de azzal kezdtem, és akkor talán ez keretnek is jó, hogyha lesznek Holler Ferencek, ha lesznek szakemberek, ha lesznek áldozatvállalók, akkor a szülők nyomják a sport felé a gyerekeket, mert az egészséges nemzedék az nagyon fontos. Lesz folytatása a kapcsolatnak a Holler UFC-vel? Rajtam nem fog múlni, mert én szeretettel várom Katarba Holler Ferit is, meg Hagymási Zolit is, nézzenek szét, tapasztaljanak, esetleg alakítsanak ki kapcsolatot a katari és a magyar labdarúgás között, amit egyébként több területen is megpróbálok mélyíteni, mert nagyon nagy érték a katar labdarúgása, és én úgy gondolom, hogy Magyarországon meg főleg lehet tanulni, és én azt gondolom, hogy ha ő, mint tulajdonos mondjuk a Holler Ferenc, akkor ebben az esetben viszont biztos, hogy tud tapasztalatokat szerezni, amit esetleg felhasználhat. A ma esti adásunk bármikor megtekinthető a www.part-oldalak.hu című internetes oldalunkon. Műsorunkat a kábeltelevízió péntek este 20 és vasárnap délelőtt 10 órakor ismétli. Kedden, egy hét múlva új adással várjuk Önöket. Viszontlátásra!